Szeptember 16-án a Kovács Pál Művédési Központban egy új beszélgetős sorozat indult el vendégkönyv címmel. A sorozat első vendége Nagy Tibor, író, újságíró volt, aki az És minden megy tovább címmel megjelent új könyvét mutatta be az érdeklődőknek. Az író beszélgető társa Újvári László volt. A könyvbemutató vendége egy Zám Lajosné, a Kovács Pál Művédési Központ igazgatója köszöntötte, aki elmondta, hogy egy sorozat első részét láthatják a jelenlévők. A Művédési Központ vendégkönyv címmel egy olyan sorozatot indít el, amelyben a város, esetleg a térség írói, költői, szépirodalommal foglalkozó alkotói mutatkoznak majd be. Zám Lajosné bemutatta a megjelenteknek Nagy Tibor írót és beszélgető társát Újvári László újságírót. Először Nagy Tibor mesélt tiszafüredi gyermekkori emlékeiről, s arról, hogy mindig visszavágyott a Tiszatóhoz, bárhol is élt vagy dolgozott az országban. A tiszafüredi kötődésem az onnan indul, hogy én Budapesten születtem, és rá pár évre az édesapámot lehelyezték ide Tiszafüredre, és így dolgozott, és 1953 és 58 között már szinte el is árultam a koromat. Itt éltünk, és én az általános iskola első három osztályát itt jártam, a Kispál általános iskolában. Tulajdonképpen az ember életében nagyon sok minden történik. Vannak varga betűk, történnek vele pozitív dolgok, negatív dolgok, jó dolgok, rosszak, de ez a három, hogy engem mindig visszavonzott. Nem tudom miért. Tehát éltem ugye utána, amikor Tiszafüredről innen elmentünk Szolnokra, mondjuk nem nagy távolság. De ugye én a iskoláimat azt Szegeden, Sopronban, Budapesten végeztem. Tehát az már egy kicsit azért nagyobb kör, és mindig valahogy visszavágytam erre a részre. Aztán amikor ugye maga a Tiszató 70-es évek, ugye második fele akkor. Tehát tulajdonképpen kialakult, mert ugye ez egy mesterséges tó, akkor mint a mágnes vonzott engem, és a Vátszalók az valahogy talán azért volt kedves a számomra, mert hogy földrajzilag az egyik legelőnyösebb helyen feküdt, hát tulajdonképpen benn van a településem a tó. Tehát egy kellemes sétával el lehetett érni. És aztán valamikor a 80-as évek vége felé, a 90-es évek elején szinte az egész ország ide járt hétvégeken, tehát itt a Tiszatóhoz és a Vátszalókra, tehát ez nyílt titok, tehát is mindenki tudja, hogy hatalmas. Szóval úgy is mondani, hogy a Tiszató első fővárosa, a Vátszalókra. És én is hiába laktam bárhol, több száz kilométerre képes voltam lejönni és megnézni. Aztán volt egy invitálás, olyan invitálás, hogy az Abádi Szabó Imre kollégám, akivel én egy időben dolgoztam egy lapnál, aztán ő ugye elment rádiózni, de aztán volt egy ötlet, hogy csinálni kéne itt a Tiszató körül egy rádiót. És akkor én erre fölkaptam a fejemet, és tetszett az ötlet, beszálltam ebbe az egészben, és ketten voltunk ügyvezetők, 10 év, 1 hónap és 9 napig szólt a Parti Rádió. Hát én ezt nagyon-nagyon magamba véstem, csak hát ugye az anyagi problémák azok azért döntőek, és azt nem szabad hagyni, hogy hiába szeretsz valamit, de azért a gazdasági megfontolásokat, meg a törvényszerűségeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert a végén már azt éreztük, hogy itt minden nap csak a veszteséget termeljük. Tehát egyszerűen hozni kellett egy döntést, hogy nincs tovább, és lekapcsoltuk az adót. Ez volt 2011-ben. 2011. augusztus 31-én. Nagy Tibor lelkesen beszélt az újságírói munkáról, annak szépségéről, nehézségeiről. Életének egy másik része volt a Polbeat és a Vidéki Kabaré című szórakoztató műsor, amivel az országot járták. Ezt követően kezdődött el újságírói pályája, tanfolyammal, tapasztalatok szerzésével, sok munkával.
Nagy Tibor úgy gondolja, hogy mindenkinek küldetése van, dolga van a világban. Első könyve megírásakor úgy gondolta, hogy inkább rövidebb írásokra van szükség, több száz oldalas regényt az emberek ma már nem olvasnak el. A második könyvében hosszabban, részletesebben kidolgozottak a történetek. Az író hosszan beszélt arról, hogy az új könyvében miért és milyen témák kerültek bele, hol voltak saját újságírói élményei, mennyi a valóság egy-egy írásban és mennyi az alkotói fantázia. A szerző szerint egy dolog fűzi össze a kötet írásait, a végtelen és mégis nagyon véges idő. Érdekes kísérlet volt, amikor Nagy Tibort arra kérték, hogy 2-3 mondatban foglalja össze az írások lényegét. Nagy Tibor szerint az új kötet egy olyan könyv, ami olvastatja magát, s reméli, hogy az olvasó egy-egy történetet azért olvas végig, mert érdekli, hogy mi lesz a vége, mi lesz a szereplő sorsa. Jó szívvel ajánljuk az önök figyelmében Nagy Tibor és Minden megy tovább című könyvét.